Márka független autós találkozóra invitálnak mindenkit Cikóra. A település központjában február 26-án vasárnap szervezik meg a jótékony célú rendezvényt. A lányok, az apukája az adagozik, ahol én is dolgozok, és ő mondta, hogy egy ilyen jótékonyság oldal a kislány számára, és akkor gondoltam, hogy én csináltam már ilyen rendezvényeket, hogy akkor ebben tudnánk támogatni őket. És innen jött az ötlet. Izomgyengeségben szenved, és tornára jár szexárra, és ez ezzel szeretném támogatni őket, egy kis pénzt gyűjteni a tornához, hogy vinni jobban tudjon fejlődni a kislány. Hasonló autós találkozót, főleg olyat, aminek jótékony, segítő szándék állt a hátterében, még nem szerveztek a településen. A márka független szó pedig elárulja, hogy sokféle járműbe lehet majd gyönyörködni a nap folyamán. Lesznek versenyautók is, lesznek nagy amerikai erőgépek igazából, meg hát a Suzuki sok, az én kis csapatom ugye, a Suzuki csoport, baronyos a néven futunk. Mi leszünk itt, jönnek BMW-sek Bajáról, Audi sok Somoly megyéből, úgyhogy igazából eléggé sokan jövünk. Mindenki érkezhet, lesznek gyerekprogramok, lovaglás, lósimogatás, faforagás benne a kultúrházban gyerekeknek, fellép a dúó, tehát ők egy gyerekműsorra készülnek direkt, és utána délután lesz a Flóderer Károly, a Fogyunk Együtt Egymásért csoport vezetője, aki eljön hozzánk tornáztatni minket, és az életmódváltásról ad tanácsokat nekünk, aztán délután érkezik hozzánk Fischer Norbert, aki a tévéből is ismert lehet sorozatokból, ő fog nálunk énekelni egyet. A rendezvény helyszínén, a település központjában két adománygyűjtő urnát helyeznek ki a szervezők, a résztvevőknek pedig szíve joga, hogy mennyi pénzt dobnak bele a pénzgyűjtő ládákba, mi a gyógyulásáért. Ez most csak ezért jött létre, nyárra terveztem volna valahova egy autós találkozót, de így akkor most megoldottuk így egybe. A szervezők abban bíznak, hogy a téli rendezvény épp oly vonzó lesz, mintha egy későbbi időpontot választottak volna. Szerintem pont, hogy ezt fogják kimondani, hogy végre kicsit ki tudnak valóban menni, lesz egy kis program, ebben bízom, hogy így összejön egy kicsit a dolog. Végig a bolt mentén, itt a parkolóba, én mögöttem a hivatalnál, itt fognak még állni a versenyautók, illetve az erőgépek, azok ide lesznek irak, hogy az emberek mindjárt lássák és hívogató legyen számukra. Bízom benne, hogy azért lesz majd egy-két ember, aki felajánlja, hogy viszi egy kört a gyerekeket akár, vagy a felnőtteket. Bízom benne, hogy lesz ilyen. Szemet gyönyörködtető autókból, motorzugásból, tehát biztos nem lesz hiány február 26-án Cikon, a Márka Független Autós találkozón, ahol az izomgyengeségben szenvedő mire gyógyulásáért kérnek segítséget a szervezők.